ugye a Vadaspark az elmúlt években próbálta fejleszteni fontosan a madárgyűjteményét. Itt a papagályok, arra papagályokról volt híres a Szegedi Vadaspark, elkezdte őket szaporítani, és hát ezen felvillanyozódva úgy döntöttünk, hogy próbálnak egy ritkább papagályt is szerezni. Nevezetesen a keát, ami talán a legintelligensebb madár a ma élő faunában. Új-Zélandon él, ilyen hegyi papagáj, alpesi papagájnak is mondják sokan, hiszen ott a hegyekben, hóvas területeken is akár előfordul. Majdnem kiirtották az új-zélandi farmerek, mert nagyon sok kellemetlenséget okozott nekik az okosságával, hiszen mindent bont, mindent megkez, mindennel játszik, mindent apró darabokra szed. Emellett pedig a birkákat is bántották megfigyelések szerint. Ugye néha egy-egy éjszaka rászáll a birkára, és tényleg kikezdi az oldalát, kihúszálja a gyapját, és egy-egy kisebb sebet ejtelt, és így akkor néhány halat húshoz juthat. Ebben nem pusztulnak el a birkák soha ugyan, de a vérmérgezésben, a fertőzésekben volt, hogy elpusztultak állatok, emiatt az új-zélandi farmerek nem szerették ezt az madarat, és hát a világ állománya szabad természetben ezért néhány ezer például lecsökkent, ennek köszönhetően megírtották tűzzel, vassal, és hát elkezdték védeni, elkezdték megpróbálni ezt a madarat megtartani a jövő számára, és hát szerencsére most elkezdett az állománya szaporodni. Az állatkertekben nagyon kevés egyedül beszéltünk, néhány száz példány él a világ állatkertjeiben, és ezeknek egy ilyen tenyésztési kis programszerű van most létrehozva, és ennek keretén belül kapott a Szegedi Vadaspark Magyarországon egyedül egy pár keát. A hím az már itt van, őt már meg lehet figyelni. A nőstény itt van a karanténunkban, néhány héten belül ki fog kerülni a párja mellé, és hát reméljük, hogy az elkezdendő néhány évben elkezdenek majd szaporodni, és hát reméljük, hogy ennek a fajnak a megtartásához tudunk majd járulni mi is ilyen módon. Rendkívül aktív madár, hajlamos unatkozni, ezért folyamatosan játékokat kell berakni nekik. Lehet látni azt, hogy mi is különböző papírdobozokat, gumicsizmát, cipőt, bakancsot veszünk be nekik, és ők művészi módon szétdarabolják szét, pontják őket, faddarabokkal, mindent pörget, azért van benne lakat is, csak azért, hogy jól érezze magát és nem unatkozzon egy percig sem.